Az Országos Vízügyi Főigazgatóság felvételein jól látszik, milyen mennyiségű hulladékot kell eltávolítani a víz felszínéről Vásárosnaménynál. Döntően ukrán és román területről jön a szemét a vármegyébe, amit megállítana a romániai Körösök Vízügyi Igazgatóság vezetője. Szokjunk már le végre arról a rossz példáról, hogy valahova az ember kimegy és a szemetet maga után ott hagyja, akár egy szimpla flakon formájában, akár egy nagyobb mennyiséget kihord. Az elképzelés mindig az, hogy elviszik valahova egy völgybe a folyó mellé, az első árulán meg lehozza. Ami viszont itt van, arról a Feti vízig gondoskodik. A kommunális hulladék döntően az árhullámokkal érkezik országunk területére. Az ismerete azért fontos, hiszen a hajóknak a leszedő rendszert üzembe kell helyezni. Ez kell egy napos, másfél napos időelőny, és mi az előrejelző rendszer segítségével meghatározzuk a szennyezés mértékét, levonulásának idejét, és felkészülten várjuk a leszedő rendszerrel ezt a szennyező hullámot. Romániában is befejezés előtt állnak azok a műtárgyak, amelyekkel megállíthatják az úszó szemetet. Elkészültek a tanulmányok, a tervek, a dokumentációk. Jelen pillanatban végső fázisában vagyunk jó pár jelenlétesítménynek a kivitelezésének. Azt mondhatom, hogy ennek az évnek a végére 5 jelenlétesítmény elkészül a román területen. Itt az emberek, a beregi, a szatmári emberek mindig összefognak, és ha bármi történik, akkor azonnal a szakmával együtt kezdik a mentesítést. A Vásárosnaményi konferencián a vízügyi beavatkozásokon túl a szemléletformálásról is szó esett. Ennek a programnak a keretében két fő téma van. Egyrészt szemléletformálás a közösségi életben, falvainkban, városainkban, nagy rendezvényeken keresztül egy úgynevezett infopulttal, kérdőívvel jelenünk meg, és ennek a nagy rendezvény része az, hogy 4 nagy konferencia keretében nagy témákat beszéljük át. Az árvíz mellett gondot okoz az aszály is. Sajnos annyira alacsonyak most már a Tisza árhullámai, hogy ez a úgynevezett gravitációs kivezetés már csak évente néhány napot tud megtörténni. Nem csak a Feti vízig, de a civilek is dolgoznak a megoldáson. Most azon dolgozunk a vízügyi igazgatósággal együtt, hogy itt elkészülhessen egy napelemes működtetésű vízkivételi műtárgy, egy szivattyútelep, és hogy a beregi vízrendszert akár egész évben, most az egész évet úgy értjük, hogy tavasztól őszig tudjuk tölteni. Engedje meg, hogy egy David Attenborough idézettel világítsak erre rá. A természet se nem végtelen, se nem sebezhetetlen. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.